Számos színes programmal és szolgáltatással várja az év minden napján a látogatókat a Veresegyházi Medve otthon. Az intézmény hagyományteremtő szándékkal időről időre újabb ötletes, izgalmas rendezvényeket szervez, melyek egyre nagyobb népszerűségre tesznek szert. 2015-ben például barátkozó néven állatsimogató nyílt az intézményben, ahol közel 20 fajta kézbarát állattal ismerkedhetnek meg kicsik és nagyok egyaránt. Ezen kívül rengeteg érdeklődőt vonzott az Állatok Világnapja alkalmából rendezett, farkasokkal kocogó elnevezésű jótékonysági futóverseny is. A Medve Otthon 2016. február 2-ára ismét egy új, vidám, családbarát programmal állt elő. Az óvodásokat és az alsó tagozatos iskolásokat ezúttal a medvének mindig igaza van című rendezvényre várják. Hát most a téli időszak nálunk egy kicsit csendesebb időt jelent, de Hál' Istennek vannak különböző olyan néphagyományhoz, ünnephez kapcsolódó lehetőségénk, amit mi szeretnénk új hagyományteremtő kezdeményezésként. Elindítani. Február 2-a a Gyertya Szentelő Boldogasszony ünnepe, ez az egyház részéről, a katolikus egyház részéről, a megszentelt gyertyával a Szent Misén az emberek megkapják és viszik haza, és a megtisztulása fény jelét jelképezi, amikor annak idején Jézust bemutatták a templomba a szülei. Ennek a szép ünnepnek is szeretnénk mi tisztelegni, és itt a hozzánk érkező csoportok kapnak egy szál Gyertyát, amely gyertyával meg fog gyújtani egy nagy közös gyertyát, ezzel is kicsit tisztelegve és emlékezve a régmúlt időre, illetve az egyház ilyenfajta tanításaira de a néphagyomány szerint február másodika egy másik jeles ünnep. Jókai Mól az Új Földes Úr című regényében megemlékezik arról, hogy a medvének mindig igaza van. Ő ugyanis azt fogalmaz, hogy ha kijön a medve a barlangjából, ezzel az időjárás jövőbeni alakulására lehet következtetni. Mi ezt a hagyományt úgy szeretnénk megjeleníteni, hogy a gyerekekkel, iskolás, óvodás gyerekeket, akiket meghívunk, különböző medve énekekkel, mondókákkal próbáljuk elő csalogatni a medvét, illetve aki kijön a barlangjából, azt a medvét köszönteni ezzel a dologgal, és természetesen finomságokkal készülünk, amelyel a gyerekek majd ezeket a macikat meg tudják etetni kis mézzel, gyümölcsel, pontosan azért, hogy mindenki jól érezze magát, és szeretnénk ebből a Kettős ünnepből egy új téli hagyomány teremteni, egy ilyen alakoskodó játékot csinálni, majd a néphagyomány kapcsán, és utána a gyerekekkel egy közös játékba, közös programmal, a simogatóba való részvétellel elindítani egy újfajta kezdeményezést, természetesen figyelve arra, hogy a, a téli körülményeket. Ö, hogy milyen figyelembe vegyük és kihasználjuk a lehetőséget, így a gyerekeknek készülünk egy kis forró mézes teával, és szeretnénk egy nagy tüzet is rakni, amit körbe táncolva, körbe énekelve szeretnénk emlékezetesé tenni ezen programot. A változatos, jó hangulatú, hagyományteremtő programokkal a Veresegyházi Medve Otthon célja az, hogy az állatkert alapvető élményén túl valami többet is kínáljon az ide látogató családoknak. Az a mi feladatunk a város vezetési részéről, hogy ne simán egy állatkert legyünk, hanem próbáljunk ezen a lehetőségeken túlnyúlni. És mi úgy gondoltuk, hogy a különböző közösségi, családi programokkal egy olyan kikapcsolódási, rekreációs lehetőséget kínálunk az ide látogató családoknak, hogy azon kívül, hogy jól töltik el az idejüket, szellemileg, lelkileg gyarapodnak, kipjennik magukat, de egy nagyon festői környezet, amely rendelkezésünkre áll, ezt szeretnénk úgy továbbfejleszteni, hogy még vonzóbb legyen hogy az ország különböző részeiről az emberek ide ellátogassanak. Az a célunk, hogy későbbiek folyamán akár több napot itt tudjanak tölteni, és olyan programokat tudjunk kínálni az állatok bemutatása mellett, amelybe ők jól érzik magukat, feltöltődnek, és élményekkel gazdagodva térnek haza Veres Egyházról. Minden korosztálynak igyekszünk különböző jellegű programokat vagy tanfolyamokat a nyár folyamán, majd táborokat szervezni, ahol mindenki egy kicsit a szellemi tudását is gyarapítva, ö emlékszik majd vissza a mi látogatásunkra. Így különböző programok már most is vannak, Külön a csoportoknak, a mi egy ilyen történeti áttekintést nyújtanak a medvaton történetére, körbejárják a területet, az ott lévő állatokról, medvéről, farkasokról, részharvasról, ormányos medvékről előadást tartanak, majd különböző kvízjátékok vannak, amit, amit esetén ezt mi szépen lebonyolítjuk, vannak különböző játék eszközeink, Kerül egy kis oktató rendezvényterem, ami szintén azt fogja szolgálni, hogy az ide látogató közönség, családok jól érezzék magukat. Az állatsimogatóban például nem csak testközelben találkozhatnak az állatokkal a látogatók, de azt is megtanulhatják, hogy hogyan kell velük bánni. A kollégák odafigyelnek arra, hogy ez egy kölcsönös nevelő hatás legyen, tehát mi védjük, óvjuk az állatokat, megtanítjuk a gyerekeket arra, hogy hogyan kell közeledni az állatok fele. Nem biztos, hogy az hogy szaladok utána, meg akarom simogatni, de abból akkor ilyen rángatás van, hanem annak különböző jelszavak, van egy kis illemkódexünk, amit a gyerekeknek fényképes módon, hogy a szülők elmagyarázva tudják, hogy hogyan lehet közeledni az állatokhoz, és így alakul ki közöttük egy harmonikus együttműködés, azzal a nem titkolt célral, hogy itt mindenki, a gyerek is, és a szülő is el tudja dönteni, hogy az itt lévő pici állatok, Tanulmányozása során el tudja dönteni, hogy szabad-e otthon, a lakásba vagy a kertbe bármilyen állatot ö, hazavinni, lesz-e elég türelme, elég ö, szorgalma ahhoz, hogy ezt ő gondozza és ápolja. Ha, ha igen, és megvannak a feltételek, akkor legyenek otthon ilyen kis állatkák, ha nem, akkor eljön hozzánk, és itt ő jól érzi magát, itt megtanulja és kérheti azt a vágyát, hogy közel legyenek hozzá ezek a pici állatok. A Medve Otthon programjairól többek között az intézmény honlapján, illetve Facebook oldalán informálódhatnak. Büszkén mondhatom, hogy az elmúlt időszakban a Facebook statisztikai alapján több mint százezer látogató volt a elmúlt egy hónap ideje alatt, de a honlapunkat mindig frissítjük, ott az újabb-újabb állatokat bemutatjuk, a rendezvényeinkről tájékoztatjuk a, a tisztelt érdeklődőket, és van egy kis programfizetünk, amit meg, megkapnak az, az ide látogató emberek, és azt ők lapozgatva tudják nézni a térképpel az állatok ismerkedéséről, és van egy állandó kapcsolat. Azt szeretnénk, hogy kialakuljanak különböző közösségek. Szeretnénk azt is a fiataloknak ajánlani, hogy az iskolába az érettséghez kapcsolódó önkéntes munkára biztosítunk lehetőséget, ahol tényleg úgy van, hogy nem csak eltöltöm az időt és kapok egy igazolást, hanem szakemberek segítségével egy valóságos szellemi fejlődést tudnak -e ők is elérni, így teljesítve azt a fajta kötelezettséget, ami a tanulmányaikhoz nekik fontos. És azt reméljük, hogy ebből visszalátogató közönség lesz nekünk, most is, mint, mint, mint fiatalok, de később, amikor majd ők hozzá. A, a gyerekeiket. És szeretnénk az év minden szakának megtalálni azokat a hagyományos rendezvényeit, ami ami a természethez, az állatokhoz ködödik. Már nagyon készülünk a, a húsvétra már tervezzük a, a játékokat, és hogy majd ott kincset lehet találni a gyerekeknek, de szeretnénk a nyár folyamán egy úgynevezett Mézes Macskó Fesztivált ö, megrendezni, amely egy háromlapos rendezvény, ahol a medve lesz a főszereplő, és a medvének, vagy a medvéhez kapcsolódó ö, Terményeket, málnára, mézre gondolok, de a medvéhez kapcsolódó játékok, szokások, alakoskodás, zenei, színházi programokkal is szeretnénk körbejárni ezt a dolgot. Addig is a Veresegyházi Medve otthon február án délelőtt 10 és délután 2 órától várja az érdeklődőket a mackógyártya meggyújtására, közös éneklésre, mondókázásra, medvecsalogatásra és egyéb mackóságokra.